ugye azt nyilván mindenki tudja, hogy ebben az esetben a hold a naptól kapja a fényét, legalábbis ez a mese, hogy a fény ugye így éri a holdat, ezért egy része világít, mivel pont abban a szögben süt rá a nap, és ez végül is értető is a videóban szerintem mindenki számára, hiszen egy kicsit oldalról érkezik a napfény, így ez a helyzet alakul ki. Ugyanez a történet itt is. Ugye a nap valamilyen szögben éri a holdat, ezért látjuk csak az egyik felét úgymond világítani, hiszen visszaveri állítólag a nap fényét. Végül is megállapíthatjuk azt, hogy attól függően, hogy honnan éri a napfény a holdat, az az a világít a holdnak, hiszen ez feltételezhetően egy gömb, legalábbis így szól a mese. Mindenképpen ahhoz, hogy lássuk a holdat világítani, a napnak belőlünk kell, hogy süssön bármilyen szög az. A nagy kérdés viszont az, hogy ebben az esetben minek a fényét veri vissza a hold, hiszen ha mi innen teli holdnak látjuk, akkor onnan kellene, hogy jöjjön a fény, ahol mi állunk, Különben nem lehetne telihold, csak a mi nézőpontunkból nézve lehet telihold, hiszen ez gömb. Viszont abban az esetben a nap mögöttünk kell, hogy legyen, úgyhogy nem verheti vissza a nap napfényét, hiszen nem látjuk a napot. A, nem az a lényeg, hogy hogyan lehet megmagyarázni papíron, vagy mi az elmélet, hanem az, hogy a gyakorlatban nem tűnik logikusnak. Ha megvizsgáljuk az okántenek a jelenségnek, akkor azt látjuk, ugye ez livescience.com, és a kérdés az, hogy miért világít a hold, miért ragyog a hold. Szó szerint. Az elmélet szerint és a gyakorlatban is egyébként egyet kell, hogy értsek ezzel részben, legalábbis mindenképpen. A hold azért világít, mert visszaveri a nap sugarait. Számszerűen ugye ők azt mondják, hogy 3 és 12 százalék közt van annak a napfénynek a mennyisége, amelyet a hold visszaver amit én mondok, és amit az írások is alátámasztanak száz százalékban, az az, hogy ezen kívül a holdnak van saját fénye, és a videóból ki szerintem, hogy kell, hogy legyen, hiszen nem működhet az a modell, amiről ők beszélnek. Arról van szó, ugye, hogy 29 és fél nap, amíg a hold kering a föld körül, ugye, ez nyilván csak azoknak érdekes, akik a gömb modellben gondolkodnak, illetve elfogadják azt, amit itt írnak, az az, hogy a hold akkor a legfényesebb, mikor 180 fokra van a Földtől, illetve a naptól. Ide van leírva, hogy képzeljük el a napot, a Földet és a holdat egyenes vonalban. Nézzünk meg erre egy példát. Ez ugye az úgynevezett napfogyatkozás esete. Most az, hogy miért van a napfogyatkozás és mi a mechanikája, abban én nem megyek bele, hiszen ez nem arról szól ez a videó. Ami érdekes azonban az, hogy a Föld ugye négyszer akkora, mint a Hold, állítólag, és ebben az esetben a Hold kitakarja a napot a Földnek egy bizonyos pontja. Az elmélet szerint, hiszen a három az egy vonalban van 180 fokos szögben. Nyilvánvalóan mi nem láthatjuk a fényes oldalát a holdnak, hiszen az a nap felé néz. A nap felé kell, hogy legyen ilyen szögben ahhoz, hogy az egészet be tudja világítani a nap. A kérdés az, ez az eset ugye, amikor teli hold van állítólag, nap, föld, és ez a hold. Hogyan lehetséges az egyáltalán, hogy a nap fénye innen megvilágítja a holdat? mikor a hold kisebb, mint a föld, hogy lehet az, hogy a földön átvilágít a nap, és ráadásul úgy, hogy aztán ez itt teli holdként látszik a földről. A következő dolog persze az, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy gömb összegyűjti a fényt, és úgy veri vissza felénk, <laughs> mikor ez soha nem látható a valóságban, sehol. Még egy dolog, ezen a képen itt azt írja, hogy teli hold van, ugye mert innen süt a nap, átsüt a földön, és mi ezt valahogy mégis látjuk, annak ellenére, hogy ugyanarra a felállásra itt azt mutatja, hogy holdfogyatkozás van. Mint ahogy normálisan lennie kellene, hiszen ha a föld, a nap és a hold között van, el kell, hogy takarja a holdat. Amennyiben a hold kitakarja itt a napot, akkor hogy ne takarnál a Föld a Holdat, ami négyszer akkora, mint maga a Hold? Szóval hogy lehetséges az, hogy itt teli Hold van, mikor a Nap és a Hold között ott van a Föld? Ugyanaz a helyzet két különböző magyarázattal itt Holdfogyatkozásról beszél, itt pedig arról beszél, hogy teli Hold van. Akit érdekel, az megtalálhatja ezt sharedsciencenews.com oldalon, ahol arról beszélnek, ugye az amerikai napfogyatkozás, ha a hold ekkora rész kitakar a földből, annak ellenére, hogy egy negyede, amit ezen az ábrán láthatunk, akkor hogy lehetséges az, hogy itt Arról beszél, hogy holdfogyatkozás van, és ugyanazt a szituációt itt azzal magyarázza, hogy itt meg teli hold lesz. Még egyszer mondom, meg lehet magyarázni mindent, én tisztában vagyok ezzel, én csak azt mondom, hogy mindenki gondolkozzon el ezen, engem nem érdekelnek a magyarázatok, én épp eleget hallottam már őket, meg hallgattam őket. Mindenki, akit érdekel, gondolkozzon el ezeken a dolgokon, aztán hozza meg a saját következtetését. Nem lehet ne ugyanolyan világos, hiszen a gömb nem gyűjti össze a fényt, hanem szétszórja, hiszen a szögek változnak folyamatosan homorúnak kellene lennie ahhoz, hogy úgy látszódjon, körülbelül ahogy azt mi látjuk. Itt a következő példa, láthatjuk, hogy balról érkezik a fény, egyáltalán nem. Az egész gömb egyforma színű, vagy egyformán világos, egy pontban összpontosul, és utána folyamatosan, fokozatosan halványul. Ugyanez a helyzet itt is, azért ragyog, a fény a tetején, mert ott összpontosul, onnantól kezdve már nem ugyanolyan erőségű a fény, amit visszaver, hiszen nem lehet az egy gömbön. Itt egy újabb példa. De a kérdés az, különben is miféle anyagból van ez a hold, hogyha egyáltalán képes így visszaverni a, a fényét a napnak, mikor állítólag így néz ki. Ki az, aki látott már követ visszaverni a fényt így, hogy úgy ragyog, mint egy lámpás fönn az égen? Hogy létezhetne az... Hogy ez a felület, ami kőből áll, szürke kőből, az visszaveri a fényt úgy, hogy ragyog az égen, mintha egy lámpát odaragasztottak volna. Ez a felület, ami így néz ki állítólag, visszaveri a fényt úgy, mint egy, mint egy acélgolyó. Egy tökéletes acélgolyó sem így néz ki, hiszen láthatjuk, hogy, hogy az, hogyan is veri vissza a fényt valójában egy gömb. H hogy lehetséges, hogy ez? Úgy néz ki ahogy mi látjuk. Vagy ez a felület. Itt van még egy dolog, amit szeretnék megmutatni. Ez pedig már skyandtelescope.com, ahol arról olvashatunk, hogy a hold krátereket szabad szemmel hogyan láthatjuk a Földről. Ez egy vázlat Leonardo da Vinci-től, 1500 körülből, ha jól értelmezem. Ez pedig egy újabb rajz, azonban ezúttal William Gilbert az, aki ezt rajzolta, szintén az 1500-as években, azonban annak a vége felé. Ezen a kisképen itt jobb adat láthatjuk a teliholdat, és bizonyára mindenkinek ismerős ez, szabad szemmel kivehetők rajta különböző domborzati elemek, különösen azok, amelyeket úgy mondanak, illetve úgy állítanak be, mint kráterek. Ezen a képen pedig egyértelműen meg tudjuk figyelni a kopernikus, Kepler és Aristarchus krátereket, mindjárt megnézzük, hogy pontosan hol vannak, az Oceanus Procellarum, illetve a Tycho krátereket szintén. Ezek azok, amikről beszéltünk korábban, itt található a Trio Copernicus Kepler és Aristarchus, ez pedig a Tycho vagy Tycho. Rá fogunk koncentrálni, a Kopernikusra. Ugye ez alá a kép alá az van írva, hogy használd ezt a térképet, hogy sikeresen fel tud ferezni szabad szemmel ezeket a krátereket, amennyiben éppen telihold van. A Kopernikus egyébként 58 mérföld széles. 58 mérföld az 93 kilométer nagyjából, vagy 93 ezer méter. Nézzük meg, hogy milyen messze is van a hold. Ez ugye ismét space.com, és a nagyszerű felvétel a holdról, a jégkorong, ahogyan átcsúszik a képernyőn, a hold távolsága pedig a földtől 363 ezer kilométer, akkor, amikor közel van, állítólag ugye a gömb modellek alapján, és 400 ezer kilométer akkor, amikor távol van a földtől általánosságában véve, ugye az átlag az 384 ezer kilométer. Mi azonban nagy lelkűek leszünk, és 380 ezerrel fogunk számolni. Ez az egyik kedvenc képem, úgyhogy ezt fogom használni. Háttérnek ezen minden teljesen hoaxnak tűnik az összes dolog tulajdonképpen. Kivétel nélkül sehun egy csillag, sehun semmi. Itt van az én felvetésem ez ugye egy coca cola flakon mindenki nagyon jól ismeri. Tegyük fel, hogy ki tudjuk világítani teljesen. Nagyjából úgy, mint ahogy a hold ki van világítva. Éjszaka. Én úgy fogom menni, hogy durván egy harmad méter a mérete. Persze gondolom, hogy nem pontosan annyi, de számoljunk ezzel. Hogyha a Copernicus kráter 58 mérföld, vagy 93 ezer méter, átmérőjű, ez a nagysága, akkor az azt jelenti, hogy 380 ezer kilométerről mi látunk egy 93 ezer méter hosszúságú dolgot. A kólás plakon pedig ugye nagyjából egy harmad méter. Ez az, amit a Földön szeretnénk látni. Megnézzük, hogy ha arányaiban veszük a távolságot, amilyen messze a hold van, és amekkora Kopernikusz, vajon milyen távolról kellene látnunk a kólás flakont itt a Földön? A Föld-hold távolság az ugye 380 millió méter. A 93 ezer méteres méter átmérői vagy hosszúságú Kopernikusz, ugye az 13 méter hosszúságú vagy magasságú kólás üveghez képest 310 ezer szer nagyobb akkor vegyük ugyanezt az arányt, és nézzük meg, hogy állítólag milyen távolságból is tudnánk látni ezt a kólás üveget a valóságban szabad szemmel a Földön. Ugye a 380 milliót el kell osztanunk 310 ezerrel. Ez nagyjából 1225 lesz, ennyi méterről látnánk a kivilágított kólás üveget a Földön. Úgyhogy meg is tudnánk mondani azt, hogy az egy kólásüveg, hiszen látjuk, hogy ez egy kráter a hold felszínén. Nem tudom, ez döntse el mindenki magának, hogy ez reális, ez szerinte. Ez itt livescience.com, és a kérdés az, hogy milyen messze lát az emberi szem. Ezt azon drónoknak a figyelmébe ajánlom, akik még mindig azt mondják, hogy az a föld akkora hatalmas, hogy a görbületet nem lehet látni ilyen kis távolságon belül. Rengeteg ilyen tudatlan van még mindig. És úgy tűnik, hogy ők azok, akiknek vissza kellene menni általános iskolába, hiszen nem csak, hogy nem értették meg, amiről ott szó van, hanem elvesztették a józan eszüket is. Hiszen én mindvégig azt mondtam, hogy ehhez nem kell iskolába menni, hogy az ember tudja, hogy a föld hogyan görbül, hiszen egy egyszerű képlettel ki lehet számolni, de livescience.com el is magyarázza ezt nekik. Ha ugye a föld egyenes lenne, akkor ő szerintük 48 kilométerről egy gyertyát meg lehetne látni ez az a tudomány, amiben az emberek hisznek. Az emberek azt gondolják, hogy 50 kilométerről egy gyertyalángot meg lehet látni. Nem tudom, hogy ki az, aki ezt komolyan veszi, de mindegy. A lényeg az azonban, amit előtte mondanak, az pedig az, hogy a föld felszíne kigörbül a látószögből 5 kilométer, azaz 3,1 mérföld után. Elmondom még egyszer, azoknak a droidoknak, akiknek az operációs rendszerei még egy régebbi verzió, hogy a Föld felszíne kigörbül a látó vonalból, vagy a látószögből 3,1 mérföld, vagy 5 km után. Ez csak érdekességképp akartam megmutatni azoknak, akik azon a bolygón élnek, ahol ők 50 km-ről meg tudnak látni egy gyertyát mindenképpen kövessétek az infobából kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallujá és shalom!